A tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe állítása című projekt végére összesen 108 új autó kerül a katasztrófavédelemhez. Most ebben az ütemben 15 gépjárműfecskendőt kaptak a területi szervek, egy autó a Mátészalkai kirendeltséghez érkezett. A tűzoltóságra került a magyar kormány, az Európai Unió, a Belügyminisztérium és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság segítségével egy vadonatúj tűzoltófecskendő, amely külön öröm, hogy Rába gyártmányú magyar mérnökök, magyar szakmunkások tervezték magyar emberek részére. És én azt gondolom, hogy a mentésnek a biztonságát, illetve a technikai lehetőségeit ez a fejlesztés, ez a új gépjármű nagymértékben javítja, és hát természetesen jobban védi az abban szolgáló és életüket feláldozni kész tűzoltók testi épségét is. Ez emellett átadásra került egy nagy teljesítményű kompresszor is. Mindenképpen gazdagodtunk ismét. A fejlesztés célkitűzése, hogy a tűzoltók minél hamarabb és biztonságosabb járművel érkezzenek a káreset helyszínére. Ezzel az új járművel jelentősen megfiatalodott a Mátészalkai katasztrófavédelmi kirendeltség, illetve a Mátészalkai tűzoltóság gépjármű állományának az életkora. A eddigi Mercedes gépjármű fecskendők kerülnek lecserélésre. Ez a jármű magyar gyártmány, magyar mérnökök, magyar technikusok, magyar szakmunkásoknak a műve. Teljesen új felszerelések is vannak rajta, tehát nem csak az autó új, hanem a felszerelések, amik a tűzoltó technikai felszerelések is teljesen újak. A gépjárműfecskendő környezetkímélőbb, mint elődje, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatokra is kiválóan alkalmazható.